És van még egy előadásunk, ami a múlt hétről maradt el, mert mint említettem, Kis Ferenc sajtkészítőnek Csíkszeredán volt programja, nem tudott itt lenni velünk. De viszont a sajtjait ott is megkóstolhatjuk, nagyon sok sajtot küldött, és eladását most tudja pótolni, és ugye itt kézműves munkákat láthatnak, meg kézműves bemutatót láthatnak majd az eladás után, és Kis Ferenc is a kézművességről fog beszélni, a kézműves élelmiszerek készítéséről. És ezen átadom neki a szót. Köszönöm szépen, és akkor szerintem nagyon nehéz dolgom van két ilyen jó előadó után, főleg a művész úr után nekem itt beszélni a kézműves élelmiszerekről és a kézműves sajtról egy picit, a saját szakmámat behozva a dologba. Hát először is elnézést, a múlt héten egy olyan programba kellett részt vennem Erdély országba, ami halaszhatatlan volt. Nagyon sokat szoktam kijárni, és hát ott is kötelezettségeim vannak, amit teljesítenem kell. Még egyszer elnézést. Most megpróbálom pótolni azt, amit a múltkor úgymond elmulasztottunk. Hát először is arról kéne beszélni, hogy mi az, hogy kézműves. Hát a kézműves benne van a nevében egy olyan emberi tevékenység, amit kézzel végeznek. Természetes alapanyagot alakítanak valahogy át, és ez a természetes alapanyag átalakítása egy újabb értéket állít elő. Na most, hogyha ezt az élelmiszerre fordítsuk le, a kézművesség nem más, mint az a folyamat, amivel egy természetes alapanyagot természetes módon természetes élelmiszerré alakítunk át. Ez nagyon fontos, ez a három szó egymás után, mert a mai világban a legnagyobb probléma az, hogy elindultunk egy olyan globalizmus, egy olyan hatékonyság fele, ami sajnos az egészséges táplálkozásnak igencsak a hátultője lehet. Én, mint egy kicsit az élelmiszerekkel foglalkozó, összekapcsolnám a hagyományost és a kézművest. Én úgy hiszem, a hagyományos a igazából értékeken alapuló élelmiszer előállítás itt kezdődik. Amikor megkérdezik tőlem, hogy miért kézműves a te sajtod, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy talán azért, mert az én sajtjaimon ott van a kézlenyomatom. Mit jelent ez, ha lefordítanánk? Talán azt, hogy amikor az én sajtomat megkóstolják, vagy a mi sajtunkat, akkor mindegy, hogy Keszthelyen vagy Csíkszeredán kóstolják, érzik azt a ladányi ízt, ami itt van. Hát miből tevődik össze? Hát itt vagyunk mi, Körös Ladányban. Higgyük el, hogy ennek megvan a maga flórája, maga mikroflórája, megvan a maga kis klimatikai viszonyai, hát ezek mind egyediek. Ebből adódóan nem mindegy, hogy például az én általam előállított jószágok teje milyen. Tehát az a fűféleség, az a keserű, savanyú fűfélék, amik itt vannak, azok jellegzetesen miránk vonatkoznak, és hogyha megkóstolunk egy erdélyi sajtot, megérezzük, hogy az megint más sajt, és ez már rögtön a legelőből adódik. A következő dolog, amiről beszélni kell, az, hogy milyen állatfajta fogyassza például mi esetünkben a tejet, és mindig ehhez fogom maga a feldolgozást, a kézműves élelmiszert hozni, hogy az a tej és a tej viszonya. Tehát nem mindegy, hogy egy magyar tarka tejéből készül egy sajt, vagy egy holstein tejéből készül a sajt. Ez már a következő faktor, amiről beszélni kell. A harmadik az, hogy milyen klimatikai viszonyok vannak. Hát mi nálunk ez a szárasság jellemző, vagy a nedves, rögtön nedves viszony. Hát ebből adódóan a mi klimatikai viszonyunkban más terméket lehet előíteni egyébként. A harmadik dolog az, hogy hogyan kikészíti ezt a terméket. Itt a hagyományokról van szó. Tudjuk jól, hogy két paprikás krumpli soha nem ugyanolyan ízű.
mert az egyik asszonyka így csinálja, a másik asszonyka úgy csinálja. Tehát ez is egy érték, amit igenis elő kellene venni, igenis foglalkozni kellene vele. A harmadik, és talán nem végső, az, hogy hogyan adjuk el, vagy hogyan próbáljuk föltállalni ezt a terméket. Nem mindegy, hogy ez a termék úgymond egy kulturálatlan körülmények között, vagy egy kulturáltan jelenik. Na most visszatérve a kézművességre, és igazából a kézműves élelmiszer előállításra, ma Magyarországon megalkották a kézművesség fogalmát. Ezt lefektették egy jogszabályba, ezt a Codex Alimentarius, vagy élelmiszerkönyv jelenleg leírja pontosan szakmánként, hogy hogyan, mit neveznek kézművesnek. Így megvan a pálinkásoknak, megvan a sütőiparosoknak, megvan az ecetnek, megvan a sajtnak a termék előállítása, tehát ezt utána lehet nézni, és meg lehet nézni, hogyan van. Miért volt szükséges ez? Azért, mert ma Magyarországon nagyon sok olyan termék, üzemi termék megjelent, hogy kézműves termék. A kézművesség egy picit szűkebb fogalomnak kéne lennie, egy kicsit gazdagabbnak, értékesebbnek, mint egy üzemi szint. Miért? Hát azért, mert az ipari módszerek azért ipariak, mert nagyban sokat kell előállítani. És olyan igényeknek kell megfelelni, ami a nagy termelési mennyiséghez szükséges. Magyarul, hogyha én az én termékeimet megnézzük, én nem pasztőrözök. Tehát a tejet pasztőrözetlenül készítem el. Üzemi szinten ezt nem lehet megtenni, hiszen nagyon sok tej, nagyon sokféle jószágtej összekerül. Problémát jelenthet az, hogy ez a sokféle jószág, sokféle mikroorganizmus vízbe. Kettő. Én semmiféle adalékanyagokat a termékeinkhez nem adok. Miért fontos ez? Hát azért, mert például egy homogénezett tej, vagy egy vaj, az bizony ipari módszerekkel is készülhet, és kézművesen. Nagyon egyszerű, tudjuk azt, hogy a jó vaj, ugye bár az nem avasodik meg, sajnos az én vajam megavasodik. Két hét után avas lesz. Főleg, ha napon van, és olyan körülmények között van. Miért van ez? Azért, mert abba a vajba bizony egy bizonyos adalékot tesznek, és ez az adalék úgymond nem engedi a sajt, vagy ezt a vajat megavasodni. De ezeknek ára van. Olyan ára van, hogy például egy példát mondok, az én sógornőmnek a fiatal gyerekként 6-7 éves korától fogva egészen majdnem érettségis koráig állandóan problémákkal küzdött. A végén már ott tartott a gyerek, hogy azt mondták, hogy itt már szarkóma is előfordulhat, hogy megjelenik. Na most ez az emberke elment bizony az én sógorom egy természetgyógyászhoz, aki azt mondta, nem akarom a természetgyógyászokat előtérbe helyezni, csak azt mondta, hogy mit ránézett a gyerekre, és azt kérdezte, mit fogyaszt a gyerek. Hát mondja, hát ami a boltban meg lehet kapni azt. Na azt mondja, nem kell a gyerekkel semmit csinálni, egyet tegyenek meg. Otthon vágott sertés, saját kis gazdaságuk van, otthoni sertést hús fogyasszon, piacról vegye meg a tejet, gyümölcsöt fogyasszon, és próbáljuk meg, hogy mi lesz az eredmény. Két hónap múlva a gyereknek semmi baja nincs, és semmi baja nem lett, vagy azóta rendbe jött, és azóta sincs semmi probléma, csak nem adalékanyagokkal terhelt élelmiszert fogyasztott. És ebből már rögtön a gyerek rendbe jött, és ez az adalékanyagokra való hivatkozás, amit most megemlítettem. A harmadik dolog az, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat elérni, hogy természetes táplálékot vegyünk magunkhoz, és mégse csináljunk problémát. Hiszen rögtön az a kérdés, hogy hát ha nem pasztőrözöd a tejet, nem teszel hozzá adalékanyagokat, akkor hogyan fogod tudni a te termékedet biztonságossá tenni, hogy ne legyen probléma belőle, ne legyen hasmenés, ne legyen kóli, ne legyen ez, az, amaz.
És itt jön a hagyomány kérdése. Ezer éve tudjuk, 10 000 éve fogyasztunk élelmiszert, 100 000 éve fogyasztunk élelmiszert. Magyarul a hagyomány szerint tudták azokat a tartósítási módokat, amivel egy élelmiszert biztonságossá tudták tenni. Tudták, hogy savanyítani kell. Tudták, hogy sózni kell. Tudták, hogy füstölni lehet. Tudták, hogy faszenet, tehát bele lehet a terméket például hamuba forgatni. Tudták azt, hogy bizonyos fűszereknek olyan hatása van, ami antibakteriális, csúnya szóval kifejezve, tehát védő hatású. És tudták, hogy lehet szárítani egy terméket. Tehát, hogy ezeket a módokat egyszerre, vagy a meghatározott helyén, ott, ahol kell, alkalmazzuk, bizony biztonságos terméket fogunk előállítani. Egy nagyon rövid példa, büszkén mondom, a lányom biológusnak tanul, és ő különböző vizsgálatokat végzett nálam, ahol mi a sajtot készítsük, és a padlótól a mennyezetig, amikor a legnagyobb rumli volt igazából, akkor szedte direkt a mintákat, és kitenyésztette, hogy milyen mikroba rendszerek vannak ott jelen én nálam, a kis feldolgozóban. És az én legnagyobb megdöbbenésemre egy nagyon érdekes eredményre jutott. Amikor elkezdte vizsgálni a padlót, az padló összefolyót, egyebeket, hát mutogatta ki, hogy milyen úgymond káros mikroba rendszerek vannak ott, és eljutottunk oda, hogy a polcok, amin a sajt van, ott már alig volt, sőt, szinte nem is volt káros, vagy csak olyan mikroba volt, ami nagy problémát nem is jelezhet. Megnéztük a sajt felületét, és ott már nem találtunk patogén, tehát káros mikrobát rajta, a sajtban meg abszolút semmit. Miért van ez, miért fontos ez a dolog, amit itt elmondtam? Azért, mert a természet tudja a dolgát, nekem van egy ilyen szlogenem, amit szoktam használni, ami azt jelenti, hogy vannak úgynevezett káros mikroba rendszerek, és vannak hasznos mikroba rendszerek. Úgy képzeljük ezt el, hogy van rossz példa, de talán azért mutatja, hogy miről akarok beszélni. Mindenki ismeri a ying és yang fogalmát. A fehér és a fekete, tudjuk, van egy ilyen körbe, a fehér és a fekete összeölelkezik, és benne a fehérben egy fekete pont van, a feketében egy fehér pont van, és mégis egészet alkot. Na most visszatérve arra, amit mondani akarok, a természet olyan, hogy megteremtette a káros mechanizmusokat, és megteremtette hozzá a hasznos mechanizmusokat. Magyarul, ha mi ebbe belenyúlunk, és például egy tejet az én esetemben lepasztőrözzük, akkor azokat a védekező mechanizmusokat, amit a természet felállított, igenis elpusztítjuk, tönkretesszük. Ha ezekkel élünk, és megfelelően élünk, és egy külön szemlélet, és amit a művész úr itt mondott, és arról volt szó, hogy a fát metszük, és a fát permetezzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy megint egy szemléletbeli változás kell, és ezt kéne megérteni. Erdélybe járva például olyan gyümölcsfákat eszek, batul, alma, ilyen alma, olyan alma, ami egy másfél-két méter magas, hanem 10 méter magas. És érdekes módon azon a batul almán lehet, hogy van egy-két almán luk, amiben igazából a féreg bement, de annak olyan íze van, hogy hihetetlen. És kint van a gerádán, gerádja, úgy kell mondani, nem tudom, mennyi sem van, gerádján, és ott van az alma, és összeszedik, és bizony olyan pálinkát készítenek, almapálinkát és körtepálinkát a vackor körtéből, hogy hihetetlen. Na most az élelmiszerrel kapcsolatosan is ezt kéne egy picit odafigyelni, vagy átgondolni, hogy megéri-e az, hogy milyen adalékkal, olyan adalékkal, amolyan adalékkal elkészített terméket vegyünk, mert az olcsó, vagy pedig
magunknak csináljuk meg egy kicsit otthon, és otthon elkészítve, és egy picit hozzáértve, és a hagyományokat figyelembe véve, azt, hogy hogyan készült annak idején az a igazi jó véres hurka, vagy a kolbászt, amikor megcsináltuk, akkor apám volt, hogy hamuba belefor, amikor lefelfüstölték, akkor a hamuba beleforgatták, és úgy akasztották föl. Tehát ezeket a hagyományos dolgokat egy picit fölelevenítve megpróbáljunk egy új szemlélettel egy kicsit egészségesebben élni, még annak fejében is, hogy bizony előfordulhat az, hogy például egy pici mikrobarendszer belekerül a gyomrunkba, és néha egy hasmenést okoz. Ez azért van, mert a mi szervezetünk se elég ellenálló már, bizony kéne egy kis ellenállóság, és nem lenne talán annyi allergia, nem lenne talán annyi probléma, az egészséges táplálkozás talán ezzel összefüggésbe lehet figyelni. Talán én csak ennyit akartam nagyon röviden, csak így gondolatébresztőként, mert tudom, mindenki fáradt, de ha esetleg valakinek kérdése van, későbbiek folyamán is, bármikor mindenki rendelkezésére áll. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Kis Ferenc előadását. Ő tudását mindig nagyon szívesen osztja meg. Itt Ladány sajtosoktól is többtől hallottam már, hogy Kis Ferenctől tanultak, illetve hallottam olyan történetet, hogy valaki egy Körös Ladányi vásárolt Erdélyben sajtot, és akkor az erdélyi termelő elmondta a Körös Ladányinak, hogy ő a sajtkészítést Körös Ladányból Kis Ferenctől tanulta meg.